Vasárnap tetőzhet a hőség, az ország déli részén akár 38 fok is lehet a legmelegebb órákban. Az előrejelzések szerint hamarosan egy hideg front várható, de mindössze néhány napos enyhülést hoz majd, utána ismét visszatér a kánikula. Már kora délelőtt nyüzsgött egy kisebb tömeg Siksósfürdőn. Ez a család jött, amint lehetett. Azt mondták, keresve sem találhattak volna jobb helyet ennél. Kijöttünk a kis családdal, hideg üdítő, sör, egyszerre van, felújított rész, retro, fantasztikus hangulat. Lángos, nem kell több. A strand azonban nem csak szolgáltatásairól híres, hanem arról is, hogy különösen odafigyelnek a vendégek egészségére. Az úszómesterek időről időre a hőség legfőbb veszélyére figyelmeztetik a fürdőzőket. Fölhevű testtel vízbe ugrani azért az nagyon igénybe veszi a szervezetet, és nem lehet tudni, hogy kire milyen hatás. Azon kívül az alkohol is másképp hat, itt egy rövid ital is már egybe a fejébe száll az embernek. A bizonytalan úszástudás szintén egy veszélyforrás, vagy akár a napon való kintartózkodás, ami napszúrást okozhat. Sok egyéb egészségügyi problémát okozhat a napok óta tartó kánikula. Az alacsony légnyomás és a magas páratartalom ugyanis kihat a szervezetre, így emelkedhet a pulzus és csökkenhet a vérnyomás. Ilyenkor nagyon gyakori lehet a migrénes fejfájás, de akár lehetnek koncentrációs zavarok, akár lehetnek emésztési problémák, de különösképpen oda kell figyelni arra is, hogy akár az epilepsziás rohamoknak a száma is megnövekedhet, illetve a szívinfarktus vagy a tüdőembólia gyakoriságának az előfordulása is gyakoribbá válhat. A trópusi melegben egyre több a baleset is, holott némi odafigyeléssel elkerülhető lenne a baj. Sok vízivással például. Megpróbálok figyelni rá, ki van téve egy teje a munkahelyemen, és akkor, hát amikor látom, akkor iszok. De ha nem, akkor igazából én sem. Ebben az élelmiszerüzletben 3 raklapnyi másfél literes ásványvíz fogy naponta, de többen vesznek jégkrémet és üdítőket is, mint a hűvösebb időszakban. Az átlagos hőmérsékletű nyári napok forgalmához képest egy 2,5-3-szoros többletet érzékelünk, itt a legdurvább a mérték, de érzékelhető a többlet a jégkrémeknél, ahol egy olyan 2-2,5-szeres az értékesítés mennyiségében a növekmény, illetve a söröknél, üdítőknél, ahol egy ilyen 30-40%-os mértéket is elér. A hőség vasárnap tetőzhet, az előrejelzések szerint az ország déli részén akár 38 fok is lehet napközben, utána enyhülhet csak az idő. Záporok és zivatarok is besodródhatnak az ország északnyugati és nyugati részére. De felhívnám a figyelmet, hogy záporok környezetében eleinte füllettebbé válik a levegő, majd azokat követően jó pár fokot csökken a hőmérséklet, átlagosan 5-6 fokot. Úgy tűnik, az ősz még várat magára, a hidegfront ugyanis csupán néhány napra hoz enyhülést, a hét közepétől ugyanis 30 fok fölé kúszik majd a hőmérséklet.